Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Stúdió Kávé január 8-ai adását látják, melyben elsőként a közvilágítási hibák bejelentési módjára hívjuk fel a figyelmet. Életének 96. évében elhunyt dr. Monszbart László, Zircváros díszpolgára, a Zirci Kórház korábbi igazgatója, aki kimagasló munkája elismeréseként Zircvárosi Kórházért életműdíj emlékérmet vehetett át tavaly szeptemberben, az intézmény 120 éves fennállásának ünnepén. Az itt készített összeállítással emlékezünk rá. Továbbra is marad az online oktatás a középiskolákban, ám az intézmények készülnek a felvételi eljárásokra. Balázsné Györeg Zsuzsanna, a 3. Béla gimnázium igazgatója, és Horváth Attila, a Raguli Antal szakképző iskola igazgatója a tájékoztatása felvételi menetéről és a képzési formákról. Szabadtéri zenés előadással lepték meg a városközpontban sétálókat a Petőfi Színház művészei. Összeállításunkkal utána a vízkereszt jelentéséről, a hozzá kapcsolódó hagyományokról beszél Kirmer Anna, néprajzkutató. Magazin műsorunkban az elmúlt év emlékezetes pillanatairól láthatnak összeállítást. Jó szórakozást kívánunk! Felhívjuk nézőink figyelmét, hogy Zircváros közigazgatási területén a közvilágítási hibák javítását továbbra is a Fényforrás közvilágítási üzemeltető és karbantartó Kft. Végzi. A közvilágítási hibák bejelentésében sincs változás, az történhet Zircváros honlapjáról, tehát a www.zirc.hu honlapon a főoldal bal alsó részén a közvilágítási hiba bejelentő ikonra kattintva, vagy a városüzemeltetés@zirc.hu e-mail címen, illetve az 593-705-ös telefonszámon. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a közvilágítási hibákat az E.ON-nál 2017 óta nem lehet bejelenteni. Életének 96. évében elhunyt dr. Monszbart László, Zircváros díszpolgára, a Zirci Kórház korábbi igazgatója, aki kimagasló munkája elismeréseként Zircvárosi Kórházért életműdíj emlékérmet vehetett át az intézmény 120 éves fennállásának ünnepén. A következő percekben az itt rögzített felvétellel emlékezünk rá. Csak azt mondjuk útnak, mi hazatér, kéznek csak a kinyílót, fának mi gyümölcsöt hoz. A teljes élethez hit, talentum, tehetség kell, és nem utolsó sorban szeretett, gondviselés. Ezekkel a szavakkal kezdte egykor ballagási beszédét kedves bencés tanárom Korzenszky Rihárd atya Pannonhalmán. Most nem ballagunk, nem búcsúzunk, hanem közös ünneplésre jöttünk össze. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, meghívott vendégeink, kedves Monszbart főorvos úr, Laci bácsi. Egy kerek és tartalmas életút részesei lehetünk. A Monszbart név itt a Bakonyban mind a mai napig sokak számára tiszteletet és megbecsülést hordoz, hisz főorvos úr Zirci ténykedése maradandó értékeket, emberi kapcsolatokat, barátságokat és sebészi, traumatológiai eredményeket hozott kórházunkba. Monszbart László 1925. április 8-án született keresztény polgári családban. Kiskunhalason nevelkedett, majd itt is érettségizett, már kiskorában több nyelven beszélt anyanyelvi szinten. Édesapja, idősebb Monszbart László, mint Verebély professzor úr tanítványa, Kiskunhalason volt igazgató sebészfőorvos, és megemlítendő, mint hogy főigazgató úr is már említette, ebben a kis alföldi városban végezte el Magyarországon 1934-ben az első törés miatti szomnyakszegezést. Fiát sokrétűen és kellő szigorral nevelte, széles látókörűen, gondos odafigyeléssel. Nevelte igaz magyarnak, önfegyelemre, munkára tanítva. Főorvosor az egyetemet Szegeden és Budapesten végezte,
Diplomáját 1950-ben szerezte meg, majd Pécsen az egyes számú sebészeti klinikán kezdett dolgozni gyakornoki, majd tanársegédi beosztásban. Időközben számos külföldi tanulmányúton vett részt Párizsban, Münchenben, Bázelban, Linzben, Bécsben. Baráti kapcsolatot ápolt a híres osztrák baleseti sebész családdal, a Böhlerékkel, kifejezetten is Lorenz és Jörg Böhler professzorokkal. A két család története még az első világháborúban kezdődött, Lorenz Böhler és idősebb Monspart László között, egy hadszíntéren tevékenykedtek ugyanis, és innen számítva erősödött meg a családi kapcsolat, barátság, és mondhatom, ez megalapozta a magyar traumatológia elindulásának alapjait. Főorvos urat 1960. november 1-én nevezték ki az Ilcsi Erzsébet kórház igazgatójának, habár nyitva állt volna előtte nagyobb, akár országos intézet vezetése is, de ő a vidéket, a vidéki embereket, a lovaglást és a bakonyt választotta. 1990. áprilisi nyugállományba vonulásáig volt az Ilcsi Erzsébet kórház kórházigazgató sebész főorvosa. Itt osztályvezetőként az országban első között bevezette és alkalmazta a korszerű böhleri elveken nyugvó traumatológiai ellátást, a konzervatív töréskezelést, majd az operatív baleseti ellátást. Számos nagy műtét történt itt sikerrel, mind sebészeti, mind traumatológiai műtétek vonatkozásában, hiszen akkor a kórház még kötelezően fogadta a működő bányák, üzemek, erdészetek politraumatizált sérültjeit, de a környék minden ellátandó betegének rendelkezésére állt, s tette ezt bátran állíthatom akár nagyobb intézetek akkori színvonalával egyenértékűen vagy meghaladóan is. Magam is tudok számos olyan sérültről, akik, ha nincs itt megfelelő ellátás, nem érték volna meg az egyéb célintézményben történő intervenciót. Igazgatóra kórházat és osztályát következetes szigorral, fegyelemmel vezette. Beosztottjaitól nem csak szakmailag, de emberileg is magas színvonalat várt el. Az intézményben is sok fejlesztés, bővítés történt idejében. Számos tanítványa jutott el Európában tanulmányi utakra, és dolgozik mind a mai napig külföldön, országos vagy egyéb intézetekben kiváló eredménnyel. Szeretettel és hálával emlékeznek vissza. A szakmán kívül olyan komoly kapcsolatrendszert és tartást örökített át tanítványaira, amelyre biztosan lehetett támaszkodni a későbbi életben. Szabad legyen elmondanom, hogy Angliában komoly tudományos karriert befutó tanítványa napokban a következőket írta nekem hálatelt szívvel. Az oxfordi kollégiumokban az volt a rend, hogy a 19. század végéig a tanárok nem házasodhattak, bent laktak a kollégiumokban, mint egy kolostorban, együtt éltek diákjaikkal, külön-külön témamegbeszéléseket folytattak, és ők voltak, akik a fiatal életeknek mint egy példát mutattak. Oxfordban mind a mai napig megvan ez a speciális két-három diákból és tanárból álló különleges mentor kapcsolat. Azzal, hogy saját családja nem volt, hogy mintegy bent élt a kórházban főorvos úr, tökéletesen betöltötte ezt a mentor szerepet. És ez mindenkinek jó volt, neki mintegy családot adott, és a gyakornokoknak, medikusoknak ideális volt az ő oktatása, jelenléte, odafigyelése, gondoskodása. Ezt magam is megerősíthetem, mert annak idején, amikor egykori kiskóhalasi lévén ide kerülhettem, atyai ismeretség jó voltából, ő nem csak a sebészet és a traumatológia alapjait tanította meg velem, de életszemléletet is kaphattam tőle. És megemlítem a lovaglást is, mert mint mondotta, milyen magyar gyerek az, ki nem tud lovagolni, s szőrén kellett megtanulnom, szabályosan, keményen. Ezt másnap ellenőrizte ő és Ehrenberger főorvos úr, és detektálták a kiterjedt gártályi hematómámat, de megtanultam lovagolni. És sok von Haus nem megkapott élet és etikett szabályt is evidenciaként tanított meg nekünk. Köszönjük!
Soha nem volt párttag, amit abban az időben kevés igazgató tehetett meg, de külső támadások, intrikák esetén is mindig kiáll dolgozói mellett. Keresztény, konzervatív életfelfogása ma is példaértékű. Amikor kezdte, a kórházban még apácák és diakonissza nővérek végezték az ápolás áldozatos munkáját, de későbbiekben is olyan csodálatos ápológárdát, műtőszemélyzetet alakított ki, ami mementó minden időben. Ez nem túlzással egy nagy család, egy húronpendülő közösség volt. Számos kitüntetés birtokosa, nem utolsó sorban Zirc város díszpolgára is. Nyugdíjas éveiben is aktív igazgató úr, számtalan baráti és szakmai kapcsolatot tart fenn, és bár már aktív lovaglásra nem vállalkozik, de lovak nélkül ma sincs élet, mint vallja. Nagy segítsége ebben Zsuzsika, ki hűséges társként segíti főorvos urat már sok éve. Megköszönöm főorvos úr nevében is az ő segítségét, és a számos jelenlevő volt munkatársnak, kollégának, nővérnek, műtősnőnek is továbbá jelenlétet, kik el tudtak jönni, és szívesen vesznek részt főigazgató és a szervezők által megszervezett szép jubileumi ünnepségen. Csak azt mondjuk útnak, mi hazatér, kéznek csak a kinyílót, fának mi gyümölcsöt hoz. A teljes élethez hit, talentum és tehetség kell. Nem utolsó sorban szeretet és gondviselés. Szeretném mondani, hogy én 30 évig dolgoztam ebben a kórházban, és azt szeretném még mondani, hogy igen, nagyon szerettem ezt a kórházat és a benne dolgozókat. Olyan szerencsém volt, hogy olyan millióban dolgoztam, hogy kiváló segítségem volt, kitűnő nővérgárda, kitűnő orvosok, de medikusok is velem együtt dolgoztak, hogy csak szép szemlékekkel gondolok a kórházra, és most, hogy eljöttem sok év után, megdöbbenve látom azt az óriási fejlődést, ami itt történt. Szívből gratulálok mindazoknak, akiknek a véres, verejtékes munkája következtében lett ez a kórház ilyen, amilyen most, és gratulálok, és további szerencsés, jó munkát kívánok nekik. Viszont hallás! Továbbra is marad az online oktatás a középiskolákban, ám az intézmények készülnek a felvételi eljárásokra. A következő percekben Balázsné Györe Zsuzsanna, a 3. Béla gimnázium igazgatója, és Horváth Attila, a Reguliantal szakképzőiskola igazgatója tájékoztatást a felvételi menetéről és a képzési formákról. Tavaly november 11-től ismét digitális oktatásra kellett áttérniük a középiskoláknak. Egyrészt ugye zajlott a virtuális világban a tanítás, másrészt az iskolában pedig különböző munkálatok és felkészülések történtek arra, hogy minden a lehető legjobban valósulhasson meg, amikor már majd a gyerekek is jönnek. Mesélj erről az időszakról, mi minden történt. Hát valóban 2020. november 11-én át kellett újraállniuk a középiskoláknak a digitális oktatásra. Ez a mi iskolánkat azért elég különleges formában érintette, mert a középiskolásainknak digitális oktatás zajlott, közben pedig a zeneiskolánkban jelenlétű oktatásban tanítottuk az általános iskolás korú gyerekeket, de a középiskolás korú gyerekeket pedig őt szintén digitálisan oktattuk, úgyhogy egy ilyen hibrid oktatás zajlott a zeneiskolánkban. Én úgy gondolom, úgy érzem, és a visszajelzések azt tükrözik, hogy nagyon pozitívan nyilatkoznak a szülők erről a zeneiskolás oktatásról, és én úgy érzem, hogy a középiskolás oktatásról is.
Hogyan is készültünk fel rá? Nem ért annyira váratlanul minket ez az átállás, és az, hogy tavaly egy kicsit a tavaszi időszakban már zajlott egy ilyenfajta oktatási rend, fel tudtunk készülni az idén november 11-től tartó digitális oktatásra. Kollégák kérték, és ugye közben ők azért fejlesztették az ismereteiket, és egyre több platformot ismertek meg. Kérték a fizika, kémia, matematika, művészeti és informatika szakos kollégák, hogy szerezzünk be digitalizáló táblákat. Ez meg is történt, a Zirce III. Béla Gimnázium alapítványa támogatta ezeket a digitális tábláknak a beszerzését, és így a matematika órák bizony sokkal könnyedébben zajlottak. Én is informatikából nagyon jó hasznát tudtam venni, valamint a művészetiseknél is sokan használták ezeket a táblákat, és ez olyan érzést keltett a gyerekekben, mintha tényleg ott lennének az órán, és a táblára látnák felírva, kézzel írva azokat az információkat, mondjuk matematikából az egyenleteket, vagy a rajzokat, amelyeket ők itt a jelenléti oktatásban is megszokhattak volna. Nagyon-nagyon sok kontaktórát tartottunk. Volt olyan kollega, aki szinte csak és kizárólag kontaktórákat tartott. Gyerekeknek az a visszajelzése, hogy ezt nagyon szerették. Kicsit olyan érzés kelt, minthogyha itt lennének. Jobban megértik a magyarázatokat, és hát azért... Valljuk be őszintén, mindenki nagyon vágyik vissza, mi is nagyon szeretnénk, én személy szerint különösen, hogyha újra gyerekekkel telne meg itt az épület. Bár most már ezen a héten, a január 4-i héttől kezdődően azért 3-4 osztállyal találkoztam, mert hogy a rendelet lehetővé teszi, hogy a szakmai gyakorlati órákat jelenléti oktatásban megtarthassuk, és olyan szervezést igényelt ez, hogy ilyen 8-10 főtös csoportokba rendeztük a gyerekeket. Eleve is a szakmai gyakorlati óráik ilyen kis csoportos oktatásban folynak, és most a január 4-i héttől kezdődően behívtuk a 10., 11., 12. és 13. osztályos diákokat, tényleg szépen szép szét szeparálva az iskola épületében. Várjuk most a rendeletet, várjuk azt, hogy tudunk-e tanítani már jelenléti oktatásban január 11-től. Felkészültünk rá, takarítás mindenhol megtörtént, folyamatosan takarítanak és fertőtlenítenek a takarítónénieink, valamint belső munkálatok is zajlanak, vagy zajlottak. A 13-as, 14-es termünk szinte teljesen megújult, egy új ajzatot kapott mindegyik. Az alsó részen végigfestettük az egész termeket, az ajtókereteket, az ajtókat lefestettük, valamint végre elkészült a szobrásztermünk is, amit majdan a felvételinél használni fogunk, tudni fogunk használni majd. Ilyen munkák voltak, valamint a tornateremben is egy kis munka zajlik, mert kaptunk új bordás falakat, és akkor most a javítás, az új bordásfalak felszerelése is most ezen a héten fog zajlani. A felkészülésnek egy fontos része volt, december elején elkezdték tesztelni a pedagógusokat itt az iskolában, illetve most az év végén pedig meghatározott helyekre lehetett menni. Ezeknek milyen eredménye volt, és az év végi évelei tesztelések is a felkészülést segítik a remélhetően jövő héten kezdődő iskolára. Tehát jelenléti oktatás, ugye új fogalmakat kellett sajnos a tavalyi idei évre megtanulnunk és használnunk. Tehát milyen eredménnyel tesztelték a pedagógusaitokat, hogy vettetek rajta részt mindenki, tehát milyen számban és milyen eredménnyel? Decemberben volt 2-3 alkalommal tesztelés, viszont ugye nálunk csak és kizárólag a zeneiskolás tanárok tanítják jelenléti oktatásban a diákokat, tehát a zeneiskolai tanárokat, kollégákat szűrték le, nem is itt helyben, az mi iskolánkban, hanem a reguli szakképző épületében. Mindenki ott volt, ez mondjuk 6 tanárt érint, és nem produkáltak pozitív eredményt, tehát mindenki COVID-mentes volt abban az időben. A jelentkezést most a januári időpontra pedig mindenkinek önállóan kellett megtenni. Erről sajnos nem tudok mondani semmi adatot.
Tehát akkor felkészültetek a várhatóan jövő héten kezdődő jelenléti oktatásra. A diákok is biztos, hogy nagyon várják már. Néha kicsit furcsa volt ezt megszokni, megtanulni, hogy a gyerekek nem a szünetet várják, hanem azt, hogy jöhessenek az iskolába, mert nagyon sok időt kellett távol lenniük a Alma Mater épületétől. Nagyon sok olyan hagyományos közösségi program, esemény maradt el, vagy szűkebb formában tudtátok megvalósítani. Hogy érzed az iskolai együvé tartozást? Ez törhette meg, vagy mi mindent kell majd elkövetnetek annak érdekében, hogy újra egy csapat és egy közösség legyen az egész gimnázium? Hát most a gyerekek, hogy bejöttek ezek az osztályok, a művészetis osztályok, egyértelműen azt mondták, hogy már nagyon örülnek, és nagyon vágytak vissza, és tényleg örültek egymásnak is, és örültek a tanáraiknak is. Én a saját magam által tanított csoportjaimmal tartom a kapcsolatot heti rendszerességgel, és egyentetően azt mondják, hogy ők nagyon vágyják azt már, hogy együtt lehessenek a barátaikkal, de nem csak a barátaikkal, hanem az egész osztály, az egész iskolával találkozhassanak. Azt azért el kell mondani, hogy a digitális világ, ez a virtuális világ azért olyan szempontból lehetőséget ad a gyerekeknek az úgymond találkozásra, a virtuális találkozásra, ezt ki is használják, viszont azt azért meg lehet érteni, és lehet mondani is, hogy csak és kizárólag a kisebb közösségekben zajlik ez, tehát a nagy közösség az csak és kizárólag a jelenléttel együtt valósulhat meg. Elmaradt a szalagavatónk, ami ugye a végzősök életében egy nagyon meghatározó esemény. Sajnos ez az, amit most még a közeljövőben nem tudunk megtartani, azt már mi évelején eldöntöttük, hogy szalagtűzést tartunk csak idén. Tehát arra kell számítani, hogy ahogy visszajönnek a gyerekek és újra jelenléti oktatásunk lesz, akkor nagyon gyorsan meg fogjuk tartani ezt a szalagtűzést. Természetesen valamilyen fajta ünnepélyes megjelenéssel, viszont sajnos szülők, rokonok, hozzátartozók, barátok most az idén nem lehetnek jelen. Nagyon reménykedünk abban, hogy a ballagásunk majd májusban megvalósul, nem úgy, mint a tavalyi tanévben, akiknek elmaradt a ballagása. Annyiból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a művészetis osztályunk, aki tavaly ballagott volna, még itt vannak 13-asok, egy szám olyan diákunk van, aki már nem jött vissza. És ők remélhetőleg most idén el tudnak majd ballagni, valamint meg fogjuk hívni azokat a gimnazista diákokat is, akik valamilyen elismerésben részesültek tavaly, remélhetőleg el tudnak jönni, és át tudják venni az elismerésüket. Hát szurkolunk, hogy így legyen, és kívánunk hozzá minden elképzelhető feltételt és közösségi együtt élményt. Hamarosan, január végén kezdődnek a felvételik, a középiskolai felvételik. Erről mit tudhatunk a gimnáziummal kapcsolatban? Hát nagyon különleges évünk lesz, mint mindenhol máshol, mert ez is sajnos a vírus rávetül erre az egész felvételi eljárásra. Ugyanolyan kemény szabályokat kell betartanunk, mint az elmúlt évben az érettségi időszakában és mostani őszi érettségi időszakában. Valamint az is egy kicsit úgymond megnehezíti az iskolai életét és a szervezést, hogy a szokásos 120 körüli jelentkezőnk helyett most az idén 160 jelentkezőt kell a központi vizsgával levizsgáztatnunk. Úgyhogy jóval nagyobb a számuk, 120 helyett 160 gyerek fog megérkezni az iskola épületébe, és ugye nem ültethetjük le olyan szorosan őket egymás mellé, mint ahogy szoktuk. Maximalizálva van a létszám, amit egy terembe elhelyezhetünk, maximálisan 10 fő, de figyelnünk kell arra, hogy a másfél méteres távolságot meg tudjuk tartani. Nem minden termünk alkalmas erre, tehát lesz olyan termünk, ahol csak 6 főt tudunk leültetni, lesz olyan termünk, ahol a 10 főt le tudjuk ültetni. Azt el kell, hogy áruljam, hogy ez itt óránként 27 tanárnak a munkáját fogja majd jelenteni.
rengeteg termemben, művészeti termekben is fogunk vizsgáztatni, viszont az szerencsés, hogy van éppen annyi termünk, hogy le tudjuk ültetni ezt a 160 diákot. Ami nagyon fontos, és szeretném itt a tévében is elmondani, hogy január 23-án van az első megmérettetés, és mindjárt mondom, hogy miért mondtam ezt, hogy első. 10 órakor írják a magyarból a gyerekek a felvételit, és 11 óraig kezdetten a matematikát. Beérkeztek, mint mondtam, a felvételi jelentkezések, akik SNI vagy VTM-en miatt mentességet kértek, vagy időhosszabbítást, vagy valami fajta kedvezményt, őket egy külön terembe fogjuk elhelyezni, két külön terembe fogjuk őket elhelyezni. Mindenkit ki fogunk értesíteni, ez nagyon fontos. Nem szoktunk kiértesíteni senkit, tehát nem kell kiértesíteni, de most idén mindenki kap majd egy levelet, amiben leírjuk a tudnivalókat. Amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi az eddigi években 9:30-re kellett érkezni, most 9 órára már itt kellene lenni, 9 óra és 9 óra 20 között megpróbáljuk beléptetni a gyerekeket. Ami még fontos, hogy az elmúlt években volt egy központi hely, ahol kellett várakozni, és ott mondtuk el, hogy ki hova fog menni. Most nem így lesz. Mindenkit kiértesítünk, hogy melyik terembe kell mennie, melyik emeleten található ez a terem, melyik terembe kell menni. Sőt, arról is ki fogunk mindenkit értesíteni, hogy melyik bejáraton kell érkezni. Tehát két bejáratot fogunk használni, akik a főépületben lesznek a földszinten, az első vagy a második emeleten. Ők az első bejáraton fognak megérkezni, itt két tanár kollega fogja majd irányítani a gyerekeket, akik viszont a művészeti termekben, tehát az alaksori termekben lesznek, ők a hátsó bejáraton kell, hogy megérkezzenek, ott is lesz egy olyan tanár kollega, aki majd irányítani fogja a gyerekeket, és el fogja tudni mondani nekik, hogy pontosan hova kell érkezni. Nagyon szépen kérek mindenkit, hogy a levélben leírtakat jegyezze meg, hozza magával, és tudja azonosítani, hogy melyik terembe kell érkezni, mert azon nyomban, ahogy bejön, ugye hőmérőt kell használni, tehát testhőmérsékletmérésen kell átesni, valamint fertőtleníteni kell a kezüket, és azon nyomban a tanterembe kell megérkezniük, bemenniük. Már ott várni fogják azok a kollégák, akik az ügyeletet fogják biztosítani, és azonosítani fogják a gyerekeket. Na most, ami nagyon fontos, hogy legyen szíves, és kérek mindenkit, hogy hozzon magával vagy személyigazolványt, vagy diákigazolványt, mert nekünk csak és kizárólag ezeknek az okmányoknak a birtokában szabad leültetnünk a gyerekeket, és csak azok a gyerekek írhatják meg a felvételit, akik ezekkel rendelkeznek, tehát mindenképpen hozzanak magukkal. Másik dolog, amit szeretnénk kérni, hogy nagyon fontos lenne számunkra az, hogy tudjuk a szülőknek, a gondviselőknek az elérhetőségét. Nem minden iskolából érkezett meg úgy a felvételi lap, jelentkezési lap, hogy rá lenne írva, úgyhogy kérnék szépen mindenkit, aki majd megérkezik, hogy majd egy papírra föl kell írni a szülőknek az elérhetőségét, valamint e-mail címét, mert ha bármifajta olyan probléma adódik, hogy föl kell venni velük a kapcsolatot, akkor így tudjuk velük fölvenni a kapcsolatot. Amit ígérünk, hogy betartjuk a jogvédelemre szóló előírásokat, valamint amikor lezajlik majd a felvételi eljárás, azon nyomban meg fogjuk semmisíteni ezeket az adatokat. Viszont nagyon fontos lenne számunkra, és ebben az időszakban pedig különösen fontos lenne számunkra, hogy mindenkiről tudjuk az elérhetőségét. Bármi történhet, maga a felvételi eljárás folyamán is, és utána a javítás folyamán is történhet. És azért mondtam, hogy az első ilyen nagy megmérettetés az január 23-a, mert hogyha valaki beteg, akkor van egy pót felvételi, ami január 28-án 14 órai kezdettel kezdődik. Kérnénk szépen mindenkit arra, hogyha véletlenül netelentem valaki erre 23-ai időpontra nem tud eljönni, akkor egy telefonon értesítsenek minket, hogy nem tud jönni a gyerek, de 28-ai pótfelvételire jönni fog, és hogy miért, tehát oda igazolást kell hozni. Valamint ugye itt a vírushelyzetre való tekintettel bele kellett kalkulálniuk központilag azt, hogy valaki véletlenül esetleg beteg vagy karanténban van. Ezeknek a diákoknak, akik
ezeken az időpontokon egy ilyen helyzetbe kerültek. Kitűztek egy harmadik időpontot is, ez a második pót felvételi. Ide csak és kizárólag a karanténban vagy a COVID-betegségben lévő diákokat tudjuk fogadni. Február 5-e lesz ez az időpont, szintén 14 órai kezdettel, viszont ide az igazolásokat muszáj, hogy hozzák magukkal. Ami még szokta nagyon érdekelni a diákokat és a szülőket, hogy mikor láthatják a dolgozatokat. Ezt is most különlegesen fogjuk tudni megszervezni, mert hogy szintén be kell tartanunk a megfelelő előírásokat, tehát maximálisan 10 ember lehet bent a teremben. Ebből kifolyólag a betekintés az január 29-i napra tűztük ki, 8 óra és 15 óra között, viszont ami nagyon fontos, hogy az iskola honlapján kell időpontot foglalni mindenkinek, mert így tudjuk csak biztosítani, hogy mindenki be tudjon jönni, mindenki meg tudja nézni, és tudjuk tartani ezt a maximálisan 10 fős létszámot. Tehát azt szeretném kérni, hogy a honlapon január 16-ától lehet időpontot foglalni. Úgy terveztük, hogy minden diáknak egy 15 perces időintervalluma van. Azt szeretném kérni mindenkitől, hogy hozzon magával telefont, a telefonon fényképezze be a dolgozatának az összes lapját, ott látni fogja a javítást, mindent látni fog, és otthon nézze meg, és erre a 15 perc bőven elég lesz majd, és így mindenki meg fogja tudni nézni. Ugye itt van lehetőség arra, hogy észrevételt tegyenek 24 órán belül, tehát a másnap várjuk az észrevételeket esetlegesen, hogyha valakinek esetleg észreveszi, hogy rosszul adtuk össze a pontjait, ne talántán elfelejtettünk valahova pontot adni, ahova pedig járt volna. Az oktatási hivatal honlapjáról majd a javítási és értékelést azt le lehet tölteni, és azzal lehet összehasonlítani majd a javításunkat. Én úgy gondolom, remélem elmondtam mindent, tehát 15 perces váltásokban kell, hogy jöjjenek a gyerekek. Tudom, hogy gondot fog okozni az, hogy délelőtti időpontok is vannak, mert olyankor a gyerekek iskolában vannak, de igazolással vagy pedig szülő bejöhet, megnézheti és lefényképezheti ezeket a dolgozatokat. Elnézést kérünk érte, de nem fogjuk tudni másképpen megoldani. Hát látható, hogy a mindig izgalmas felvételi eljárás most az előírások a COVID-járvány miatt komoly kihívás elé állítja a diákokat is, de főleg az iskolát. Sikeres lebonyolítást kívánunk hozzá, és azt is, hogy ebben az évben remélhetően megszűnjön, vagy legalábbis enyhüljön az a sokféle szigorú szabály, ami a biztonságot ugye eddig is lehetővé tette, vagy elősegítette, és eredményes évet zárhasson majd az iskola. És akkor még egy dolgot szeretnék említeni itt a felvételi eljárás kapcsán, hogy nem csak a központi felvételire szoktunk ilyenkor hirdetni időpontokat, hanem bizony mi a művészeti szakgimnáziumban érkező gyerekeknek is tartunk egy felvételi eljárást, egy alkalmassági vizsgát, és erre az alkalmassági vizsgára mi mindig előtte szoktunk egy felkészítést tartani, egy jelenlétiben egy felkészítést tartani, ez három alkalmat szokott jelenteni, mindig egy péntek délutáni időpontot, a felvételi eljárás előtti 3 hetet, tehát mindig ez januárra szokott esni. Sajnos ugye most a helyzetre való tekintettel ezt nem tudjuk megtartani jelenlétiben, viszont kitaláltunk hogy ne maradjanak felkészítés nélkül ezek a diákok, akik szeretnének a művészeti felvételén részt venni. Ebből kifolyólag mi fel fogunk rakni a honlapunkra, és bocsánat, meg kell, hogy nézzem, hogy mikortól. Január 11-től lesz majd elérhető a honlapunkon egy olyan videó, amelyben megmutatjuk, hogy a művészeti szakgimnázium iránt érdeklődő diákok, akik szeretnének idejönni hozzánk, hogy milyen alkalmassági vizsgán milyen fajta dolgokat kell majd csinálniuk, milyen feladataik lesznek. Ezeket be fogjuk mutatni, beszélünk róla egy kicsit, ezt a videót bárki megnézheti. Valamint meg fogunk jelentetni egy e-mail címet, amelyre
majd a videóban kiadott feladatokat a diákok be tudják küldeni. Akinek kedve van rá, kedvet érez hozzá, az beküldheti hozzánk ezeket a munkákat, és a tanáraink értékelve e-mailben fogják majd a korrigálást, az értékelést visszaküldeni gyerekeknek, és akkor kialakul majd egy párbeszéd, és nagyon sokat fognak tudni majd segíteni a diákoknak. Én azt gondolom, hogy lesz még lehetőségem arra, hogy beszéljek erről, és lesz még lehetőségem arra, hogy majd a februári alkalmassági vizsgáról beszéljünk. Nagyon várjuk majd őket, nem tudom, milyen szabályok fognak érvényben lenni, de nagyon-nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ott is ezeket a rendszabályokat, mint a központi felvételén be kell majd tartsuk. Ígérem, hogy meg fogjuk rendezni, ígérem, hogy mindenkivel nagyon kedvesek, barátságosak leszünk, ugyanúgy, ahogy eddig is szoktunk, de lehet, hogy nem 4 csoportot indítunk, hanem majd 8 vagy 12 csoportot, attól függően, hogy mennyi jelentkezőnk lesz. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem itt a nézőknek, és mindenkinek boldog ünnepeket kívánok, ami már elmúlt, de boldog új évet szeretnék inkább kívánni, és reméljük azt, hogy ez az őrület, ami eddig zajlott, és eddig volt, és ez a félelem az el fog tűnni az emberek életéből, és ugyanúgy zajlik tovább a tanítás, és nagyon fogunk egymásnak örülni, és nagyon boldogok leszünk, hogy újra együtt lehetünk. Köszönöm szépen! Amennyire váratlanul ért minket tavasszal az iskola bezárás, ugye nem is volt felkészülési időnk, azért most a novemberi bezárás előtt azért volt időnk, hogy egy-két hónapunk azért volt erre felkészülni, tehát azért számítottunk rá, úgyhogy rögtön létre is hoztuk a tavaszihoz hasonlóan az ilyen osztálytermeket a digitális térben, ugye itt elsősorban ugye ez a 9-es bejövő új tanulóinknál volt fontos, hiszen őket még nem ismertük annyira, illetve a felsőbb évesek ugye már részt vettek nálunk digitális oktatásban, tehát többnyire ezek az osztálytermek már készen is voltak az ő esetükben. Az oktatással kapcsolatban milyen tapasztalataik vannak, mennyire hatott negatívan a gyerekekre ez a kényszerszünet, vagy ez az átállás, illetve hát önök szakképzést folytatnak, ott pedig a gyakorlatnak elég nagy jelentősége van. Hát ugye itt a szeptember-októberi hónapokban, ahogy az előbb is mondta, ugye itt a 9-es évfolyamosoknál ugye felmértük az otthoni lehetőségeiket, milyen informatikai eszközökkel, internet előfizetéssel rendelkeznek, akinek kellett, tudtunk segítséget nyújtani, tehát körülbelül egy ilyen 10 diáknak adtunk laptopot, akinek nem volt otthon, egy ilyen kölcsönzéssel tulajdonképpen, de nyilván ingyenesen. A kollégákkal is többször összeültünk ebben a két hónapban, megvitattuk, hogy milyen felületeket használjunk, aki segítségre szorult, azoknak segítettünk. Tehát itt többször volt informatika teremben különböző felületeket, az oktatóink bemutattak a többiek számára, hogy hogyan működnek, hogyan kell használni őket, és azt gondolom, hogy lényegesen gördülékenyebb volt ez az átállás, mint a márciusi. Még egy kérdés, ami a múltra vonatkozik, illetve hát a jelenre is, hogy most volt a pedagógusok szűrése, egyáltalán egészségügyileg mennyire viselte meg az intézményt, illetve az itt dolgozókat, diákokat ez az időszak? Ugye itt ebben a november 11-i előtti időszakban ugye két olyan eset volt, amikor osztályt kellett ugye digitális munkarendre átállítani. Itt mind a két esetben egy-egy tanuló volt ugye fertőzött. Ugye ezek nem egyszerre voltak, ugye 10 napot otthon töltött az osztály, és tulajdonképpen utána vissza tudtak térni a rendes munkarendbe. A oktatóink közül szerencsére egyetlen egy fertőzés sem volt itt az elmúlt időszakban, illetve ugye itt december hónapban több alkalommal is szűrés volt az iskolánkban, és itt sem volt egy pozitív eset sem. Ugye itt a szakképzésben, ahogy említette is, ugye azért kicsit más, hát ugye szakmát tanulni online elég nehéz, de szerencsére ezt is meg tudtuk oldani, hiszen a gyakorlat a tanműhelyhez nyitva volt a tanulók előtt, egy gyakorlatra jártak a tanulók, természetesen betartva ezeket a szigorú járványügyi előírásokat.
tehát maszkban, kis csoportosan, tehát maximum 10 fő vett részt egy ilyen gyakorlati foglalkozáson. Fertőtlenítettük az eszközöket, a szerszámokat, a tanulókat is, és ennek örültek is a tanulók, hogy tudnak járni gyakorlatra, hiszen így azért nem volt úgymond lemaradásuk ugye a szakmatanulás tekintetében. Ez egyébként is nagyon izgalmas időszak, hiszen most lehet majd jelentkezni az iskolába. Kiket várnak, mit kell tudni a szülőknek, gyerekeknek? Egyáltalán lesz most olyan, hogy nyílt nap, hogy megnézhetik, személyesen is átélhetik, hogy mi fog itt történni velük, ha ide jönnek? Hát ugye itt 2020 márciusától nyílt napokat ugye nem tudtunk szervezni, illetve hát itt ugye a jogi előírások alapján ugye az általános iskolákat sem tudtuk személyesen felkeresni, tehát ahogy a korábbi időszakban ugye egy osztályfőnöki órára, szülői értekezletre volt lehetőségünk elmenni, most ugye ilyen nem volt. De természetesen azért pályaválasztási kiadványt készítettünk, ez online formában, papíralapon is elérhető, ezeket eljuttattuk az általános iskolákba, itt a környező általános iskolákba, illetve számos telefonhívás is, illetve e-mailes megkeresés is érkezett a szülők, de akár általános iskolai tanárok részéről is, és akkor segítettünk nekik a felmerülő kérdésekben. Február közepén van ugye a jelentkezési határidő, itt a nyolcadikasok számára. Hát azt gondolom, hogy egy részletes tájékoztatót juttattunk el részükre, de ez továbbra is fennáll, hogy amennyiben kérdésük van, akkor nyugodtan keressenek minket. Nekem van kérdésem, milyen szakokat fognak oktatni, illetve hát az utóbbi években mindig dinamikusan változott a szakképzés, hogy most van-e valami változás, mire kell készülni. Egy pár szót erről. Hát, hogy itt a korábbi években valóban ugye egy dolog volt állandó, a változás ugye a szakképzés kapcsán. Ez most sincs másképp. Ugye itt az idei tanévünk már ugye az új szakképzési rendszerben indult, tehát a most jelentkező tanulók is már ugye ebben az új rendszerben fognak tanulni. Ugye itt többféle út is van a nyolcadikosok számára. Van a technikum, van a szakképzőiskola, illetve hirdettünk pályaorientációs évfolyamot is. A technikum az egy 5 éves képzést jelent, ahol az első 2 évet ágazati alapoktatásból áll, tehát 9.-10. évfolyam, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát kell tenniük a tanulóknak, és ugye itt ágazatokról beszélünk, tehát már ágazatra jelentkeznek a tanulók hozzánk. A 11. évfolyamtól pedig ugye megkezdődik a szakmai oktatás, és 12. évben előrehozott érettségi vizsgát tehetnek, ugye matematikából, magyarból, történelemből, igen, és akkor az utolsó évre, 13. évfolyamra ugye a szakmai vizsgájuk van, illetve az idegen nyelvi érettségi vizsga, és ekkor fogják megkapni az érettségi bizonyítványt, illetve a technikusi oklevelet. A szakképzőiskola az egy 3 éves képzés, itt is van ágazati alapoktatás, tehát itt is ugyanúgy ágazatra jelentkeznek a tanulók, itt viszont nem 2 év, hanem csak az első év az ágazati alapoktatás, a 9. évfolyam ugyanúgy ágazati alapvizsgát kell tenniük évvégén, és a 10-11. évfolyam pedig a szakmai oktatás, és 11. évvégén fognak szakmai vizsgát tenni. Utána lehetőségük van természetesen az érettségi megszerzésére 2 év alatt. A pályorientációs évfolyam az pedig azoknak a tanulóknak lett kitalálva, akik egyelőre nem tudják még, hogy milyen pályára kellene menniük, hogyan kellene, milyen szakmára kéne menniük tovább tanulni. Ez egy egyéves képzés. Tulajdonképpen itt be az egy évben ugye felmérjük mégis az érdeklődésüket, illetve hát belekóstolnak úgymond mindenféle képzésbe, ami az iskolánkban tanulható, és remélhetőleg ez az egy év alatt azért tudunk segíteni nekik abban, hogy megtalálják azt az utat, ami a későbbiekben nekik a megfelelő lesz. A technikumban 3 képzést hirdetünk. A közlekedés és szállítmányozás ágazatban ugye itt a logisztikai technikus végzettséget tudnak szerezni az 5. év végén, aztán hirdettünk gépészet ágazati képzést, itt a gépgyártás technológiai technikus a kimenet, és végül egy
egy teljesen új szakma. Iskolánkban a szociális ágazatban a kisgyermekgondozó nevelő képzést is meghirdettük. Szakképző iskolában, tehát a 3 éves képzéseknél ott azért nagyobb a választék. Ugye építőipari képzéseket hirdetünk, ahol burkoló vagy festőmázoló tapétázó végzettséget tudnak szerezni a tanulók. Ugyanúgy gépészet ágazatot is hirdetünk, itt a GPS CNC forgácsoló, illetve az ipari gépész szakmákat hirdettük meg. Mezőgazdaság és erdészet ágazatban a mezőgazdasági gépész, ami ugye egy ilyen 50 éves múltra lehet visszatekinteni erre a szakmára itt intézményünkben. Aztán hirdettünk turizmus vendéglátás ágazatban a szakács, illetve a panziós fogadós képzést, kereskedelem ágazatban a kereskedelmi értékesítőt, ami az eladónak az újkori neve, és hát az orientációs évfolyamot, amit említettem az előbb. Mennyire újak ezek a képzések, mennyire készültek fel az iskolában az oktatásra, illetve hát a hagyományos képzés mennyire időszerű, mennyire aktuális, mennyire lehet elhelyezkedni vele? Én azt gondolom, hogy a választék az nagy, hiszen ha megszámoljuk, akkor itt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ágazatban hirdetünk képzéseket, tehát azt gondolom, hogy mindenki tud ezek a képzések közül számára megfelelőt megtalálni. Intézményünk fel van készülve ezekre a szakmákra, mind tárgyi, mind személyi feltételekkel, mind infrastruktúrával, úgyhogy várjuk a 8. tanulókat. Igazgató úr, itt nagyon sokféle képzést említett az előbb, ez is vonzó, lehet a diákok számára, és tudom, hogy nagyon sokan jelentkeztek eddig is a környékről, de még a pénzről is beszélünk egy kicsit, hiszen ebben is volt egy változás, és elég komoly ösztöndíjakat kapnak azok, akik ide jelentkeznek. Ez így van. Ugye ez is az új szakképzési rendszernek egy sajátossága, hogy most már minden szakma tulajdonképpen ösztöndíjas. Ugye eddig a hiány szakképesítések voltak, ugye megyénként egy ilyen 20-25 szakmát neveztek meg. Most ez már nincs így, most már minden egyes szakma ösztöndíjas. Ugye itt azért ketté kell megint választani, ugye a technikum, illetve a szakképzőiskolai képzéseket. Szakképzőiskolában az ösztöndíjnak a mértéke az a minimálbérnek a 10%-a, ez 9. évfolyamban, tehát az ágazati alapoktatás alatt van így, míg technikumban ugye ott az első két év az ágazati alapoktatás, ott pedig a minimálbérnek az 5%-a. Ez ugye jelen minimálbérket nézve, ugye szakképzőiskolában ez havi 16.100 forint, technikumban pedig 8.050 forint havonta a tanulóknak. Ezt a Kréta rendszer számfejti tulajdonképpen számukra, tehát kell egy bankszámlaszám, ez lehet szülői is, lehet saját is, és akkor erre havi rendszerességgel érkezik ugye az ösztöndíj, amennyiben jogosult rá a tanuló. Ugye itt az igazolatlan hiányzással lehet ugye elveszíteni az ösztöndíjat. Szerencsére azt tudjuk mondani így az idei tanévben, hogy azért ez nem jellemző, tehát megkapják ezt az ösztöndíjat minden egyes 9. évfolyamos tanulónk. Az ágazati alapvizsga után pedig egy másfajta ösztöndíj van, hiszen ekkor ugye megvan az ágazati alapvizsgájuk, ugye belépnek a szakirányú oktatásba, ugye itt a tervek szerint ugye külső képzőhelyeknél fogják folytatni a képzést, vagy elsősorban ugye a gyakorlati oktatást, itt pedig a minimálbérnek minimum a 60%-át, de akár a 100%-át is kaphatják havonta a tanulók, hát ez a 60% is ugye jelen minimálbér tekintetében, ez közel 100.000 forintot jelent havonta a tanuló részére. És ezzel még nincs vége, illetve hogyha nem helyezkedik el külső képzőhelyen, tehát marad iskolába gyakorlaton, akkor is részesül ösztöndíjban, ekkor azért egy alacsonyabb összeget, de itt is a legjobb tanulók ilyen 50.000 forint környékén kapnak ösztöndíjat. És amennyiben megszerzik a szakmai végzettséget, tehát sikeres szakmai vizsgát tesznek, akkor egy egyszeri pályakezdési támogatásban is részesülnek, ami ilyen 100 és 300.000 forint közötti, ez megint ugye a vizsga eredménytől függ, hogy mennyi. A következő percekben látható összeállítás a Regulianttal szakképzőiskola képzéseire hívja fel a pályaválasztás előtt állók figyelmét. Thank you.
szabadtéri zenés előadással lepték meg a városközpontban sétálókat a Petőfi Színház művészei. Színváros, Kolozsvár, iratlakom a Szomosnál. Utáni karácsonyi időszakban, az ünnepi időszakban, új év közelettével örüljünk annak, hogy létezünk, hogy vagyunk, hogy együtt lehetünk, és bízzunk abban, hogy együtt fogunk átjutni ezen a nehéz időszakon. Én biztos vagyok benne, hogy ez az időszak, ez közeledik, de addig is jó együtt lenni, és szeretni egymást. Minden jót önöknek, hajrá, a viszontlátásra!
A vízkereszt jelentéséről, a hozzá kapcsolódó hagyományokról beszél Kirmer Anna néprajzkutató. Az új év első fontos ünnepe vízkereszt napja. Nézzük, honnan ered ennek a jeles napnak a magyar neve, miről szól ez az egyházi ünnep, és milyen népszokások kapcsolódnak hozzá. Vízkereszt valamikor évkezdő nap volt. Az egyház eredetileg ekkor ülte meg Jézus születésnapját, de a keleti, görög-keleti, szír, pravoszláv és kopt egyházak számára az általuk használt Julián naptár szerint a mai napi karácsony napja. A nyugati egyház hívei számára már vízkereszt napja a karácsonyi ünnepkör záró napja. Vízkereszkor a templomban tömjént és vizet szentelnek, innen a magyar vízkereszt elnevezés. A legtöbb helyen a szentelt vizet sekrestyében tárolták, és a hívek üvegekben hordták haza. A vízkereszkor szentelt vizet különös erejűnek tartották. Elterjedt szokás volt, hogy hazavitték, és a szoba minden sarkát, továbbá az ólakat is megszentelték vele. A család minden tagja ivott a szentelt vízből, hogy ne fájjon a torkuk. A szentelt víz patikaszernek számított, és vihar ellen is használták. Öntöttek belőle a kútba, a jószágok ivóvizébe, sőt, amikor otthon a falon függő szentelt víz tárolóba tartották, akkor minden határbaindulás, idegenbeindulás előtt keresztet vetettek belőle. Vízkereszt egyházi ünnep. Az Úr jelenés görög nevén Epifánia, vagy Isten jelenés Teofánia ünnepévé vált. A kifejezés több szempontból is utal azokra az eseményekre, amikor Krisztus Isten fiúsága nyilvánvalóvá vált az emberek számára. Az első ezek közül, amikor Jézust először láthatták meg a napkeleti bölcsek a betlehemi jászolban. Később felnőtt korában nyilvánította ki ismét Isten fiúságát, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyó vizében. De az Epifánia utal Jézus első csodatételére is a galileai Kánában, amikor a vizet borrá változtatta. A keleti egyház, így a Magyarországon élő görög katolikusok is a mai napig Krisztus megkeresztelését is ünneplik ezen a napon. Ennek emlékére a pap a templomhajóban, de a közeli folyók, források mellett is vizet szentelt, vagy szentel, ami egyben a természet megszentelésére is utal. A középkor folyamán a vízszentelés a nyugati egyházban is elterjedt, és ebből fejlődött ki a házszentelés, más néven koleda. Általában a pap néhány kísérővel, a kántorral vagy minisztráns gyerekekkel házról házra járta a falut, és megáldotta a házakat és a bennük lakókat. Krétával ilyenkor felírta a CMB betűket az ajtó szemöldökfájára, valamint az évszámot. Ez a három betű egy latin nyelvű áldást akar, Christus Mansionem Benedicat, vagyis Krisztus áldja meg ezt a hajlékot. A népi gondolkodás ebből a napkeleti bölcsek nevének kezdő betűjét olvassa ki, vagyis GMB, de egy érdekessége ennek a dolognak, hogy a Bibliából nem tudjuk sem azt, hogy hány bölcs érkezett pontosan Betlehembe, csupán az aranytömjén mirha ajándékokból következtetnek, ugye a három számra, de a nevüket sem tudjuk, és a hagyomány nevezte el őket csak Gáspárnak, Menyhérnek és Boldizsárnak. Vízkereszt a napkeleti bölcsek ünnepe is tehát, akik egy vezérlő csillagot követve érkeztek Betlehembe, hogy hódolhassanak a gyermek Jézus előtt. Egyes hiedelmek szerint a bölcsek a három földrészt, Európát, Ázsiát és Afrikát képviselték. A három királyok történetének színjátékszerű megjelenítése népszokássá vált Kárpát-medence szerte. A három királyozás, csillagozás vagy csillagjárás során a férfiak vagy fiúk egy csoportja az egykori királyokat idéző jelmezekben házról házra jártak,
és a bibliai történetet énekelve köszöntötték a házlakóit. Egyikük kezében rugós szerkezetű csillag volt, amit ki-ki ugrasztottak a házbéliek, különösen a gyerekek nagy örömére. Egyes vidékeken hímzett ruhában, fejükön csillagos papírsüveggel jártak köszönteni, és a rugós csillag helyett papírcsillagot forgattak. A vízkereszttel a karácsonyi ünnep kör véget ér, vízkereszt napján bontjuk le a karácsonyfát, és ekkor veszi kezdetét a bohém, önfeledt periódus, a hangoskodó farsangi időszak. Kedves nézőink! Magazin műsorunkban az elmúlt év emlékezetes pillanatairól láthatnak összeállítást. Jó szórakozást kívánunk! Itt vagyunk bent a látogatóközpontban, és ez egy különleges pillanat, mert mi bejöhettünk ide, de ha jól tudom, akkor még a nagy közönség nem látogathatja az apátságot. Ez így van sajnos. Ugye ez a járvány eléggé komoly kihívások elé állította a látogatóközpont egészét, hiszen turizmusból élünk, mint szakmai, mind emberi szempontból nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de ezzel nem mondok újdonságot. Úgyhogy mi arra szomorú döntésre kényszerültünk a munkavállalóinknak a megőrzése érdekében, hogy fél munkaidőben dolgoznak. Így aztán képtelnek voltunk kinyitni a látványosságainkat. Május második hetétől az arborétumot tettük látogathatóvá, egyelőre még rövidített nyitvatartásban, ami május 30-áig így lesz, hogy csak az arborétumba várjuk a vendégeket, 10 és 15 óra között. A pünkösdi hétvége, ami egyben ugye gyereknap is, azzal kedveskedünk a gyerekeknek, hogy hosszított nyitvatartással 9 és 17 óra között lesz nyitva az arborétum, sőt, megnyitjuk az ajándékboltunkat, ezt a rendtörténeti és egyháztörténeti kiállítást, illetőleg a bazilika is látogatható lesz. Akkor beszéljünk tényleg a jövőről, tehát hogy most már lassan azért nyitva lesznek, különböző más kiszolgáló létesítmények is, ugye, mert azt már most is keresték elég sokan, akik erre sétáltak. Esetleg valami programokról miket terveznek, illetve várható-e valami változás például itt a kiállításban? A kiállításban változást egyelőre nem tervezünk, a gazdasági év ezt most nem teszi idén lehetővé. Amivel nagyon erősen készülünk, és ezt már régóta emlegetjük, hogy az úgynevezett királytermet újítjuk fel, és a restaurálása zajlik, és annak a megnyitása nagy közönségnek várható, nagyon-nagyon optimistán gondolva, talán a nyár végén. A programjaink nagyon komoly sérülést szenvedtek a járvány miatt, át kellett szerveznünk nagyon sok tervezett programot, nagyon soktól el kellett búcsúznunk. Ami bizonyosan lesz az arborétumban a nagy sikerű Kövi Szabolcs nyugágyas koncertek, a Szent János Bogár sétákat is meg fogjuk tartani, illetve olyan túrasport rendezvényeket fogunk tartani az arborétumban, ami eléggé újdonság lesz itt Zircen. Lézerlövészet, kincskeresés, teljesítménytúra, úgyhogy ez egy izgalmas dolog lesz. A szokásos orgona koncertjeink is meg lesznek tartva, hiszen Johann Sebastian Bach halálának 270. évfordulóját tartják most szerte az világon, és ennek fényében ősztől ismét lesznek orgona koncertjeink. Az apátságban májusban nagyon-nagyon sok gyerek szokott megfordulni normálisan, iskolai csoportok. Most ezek elmaradtak, de én már úgy hallottam más idegenforgalommal foglalkozó helyeken, hogy azért kezdnek visszaszállingozni, jelentkezni. Nem tudom, hogy önök tapasztaltak-e valami hasonlót. Igen, nagyon sokan kérdezik, és nagyon sokan ígérik, hogy ők bepótolják majd ősszel, amikor majd lehetséges. Ugye az ott alvós napközis táboroknak a rendeleti engedélye az június 16-ától van. Van már foglalásunk csoportoknak a szálláshelyen. Mi még egyelőre június hónap elején nagy valószínűséggel nem fogadunk szervezett csoportokat. Meglátjuk, hogy a helyzet mennyire enged, hogy az egészségvédelem igényli-e azt, hogy csoportokat ne engedjünk, vagy pedig csak zsilipelve, tehát kis létszámban látogathatóak lesznek a beltéri helyiségeink. Ez egy
reméljük nem csak egy egyszeri kezdeményezés lesz, hanem majd lesz neki folytatása is, meglátjuk. Mi ezzel tudjuk támogatni vadászok a egészségügyi dolgozókat. Bajban ismerszik meg az ember. Magyarország szép példáját mutatta a társadalmi szolidaritásnak. Ennek vagyunk most tanúi szintén, ahol a vadásztársaságok vadhúst ajándékoztak és adományoztak a kórház dolgozóinak. Azt gondolom, a társadalom minden területén vállalkozók, magánszemélyek, önkéntesek, természetesen a hivatásosok mellettünk ez a dolga, a mentősöktől a kórházi dolgozókon keresztül a szociális otthonba dolgozóig, és még sorolhatnám, rendőrök, katonák. Tehát a társadalom összefogott a bajban, és szerintem ez az egyik legjobb érzés, ez az egyik legjobb dolog, így a vírus lecsengése okán már azt mondani, hogy ez a társadalmi összefogás és szolidaritás ez nagyon jót tett a társadalom lelkének, hogy így mondjam. Főigazgató úr, szeretik a vadhúst, ezt a szarvashúst? Persze, mindenki szereti a szarvashúst, de ugye különösen az jó ebben az a jelzés, hogy valóban azoknak, akiknek hivatásszerűen a feladatuk ilyenkor a vészelhárítás és a betegekkel való foglalkozás, azok érzik azért maguk között a civil társadalomnak a támogatását, ami nem csak úgy látszik abban nyilvánul meg, hogy tapsolnak a teraszon, az is jó, hanem hogy valódi segítségeket kapunk, mástól is egyébként védőeszközöket, és ez meg természetesen nagyon jól fog jönni majd a kórházi dolgozóknak. A felajánlások nagysága az változó volt. Valóban egy országos kezdeményezésről van szó. Tájegységi fővadász kollégák indították el ezt a kezdeményezést. Az volt a célunk, hogy a mi magunk erejével, lehetőségeivel járuljunk hozzá az egészségügyi dolgozóknak a elismeréséhez. Hát volt, aki ugye tapssal, volt, aki egyéb technikai eszközökkel támogatta az egészségügyi dolgozókat. Mi úgy gondoltuk, hogy vadászok mi mással, mint vadhússal, főzéssel, vadétellel tudjuk őket elsődlegesen támogatni. Úgy néz ki, hogy jó visszhangja volt ennek a kezdeményezésnek országosan is, úgyhogy reméljük, hogy lesz neki folytatása is majd a későbbiekben. Úgyhogy főigazgató úr is jelezte, hogy nagyon örültek ennek a kezdeményezésnek, úgyhogy reméljük, hogy lesz majd folytatása. Bízunk benne mi is, hogyha esetleg azt elmondanám még, hogy miért pont Zirszet választották, és kik azok, akik ideadták ezeket a vadhúsokat? Hát a megyében két vadászatra jogosult, a Somhegyi Vadásztársaság és a Bakonyai Szarvaskő Vadásztársaság lépett bele ebbe a kezdeményezésbe elsőként, ők egy-egy szarvas ünőt ajánlottak fel. A választás azért esett Zircre, mert van tájegységi fővadászunknak ide kötődése ide a környékre, és igazából az ötlete kezdeményezése volt, hogy megkeressük őket, de természetesen a többi rendelő intézet fele is nyitottak vagyunk, úgyhogy reméljük majd tényleg lesz ennek még folytatása. Üdvözlöm, parancsnok úr! Nemrégen találkoztunk itt az Irci TV-ben, már önnel beszélgettünk. Most egy újabb akcióval kerestek meg bennünket. Ez egy teljesen új dolog, ugye, amiről most szó van. Igen, üdvözlöm a nézőket. Igen, a Magyar Honvédség, illetve a kormány azt gondolta, hogy egy segítséget próbál nyújtani azoknak, akik munkanélkülévé váltak a koronavírus következtében, és ennek megfelelően egy speciális önkéntes tartalékos rendszert alakítottunk ki, és ide várjuk azokat, akik esetleg gondolják, és csatlakoznának hozzánk. Mi ez, mit jelent az, hogy speciális? Kik jöhetnek, meddig tart, miről szól ez az egész egy picit részletesebben? Akik a 18. életévüket betöltötték, azokat várnánk, hölgyeket, illetve urakat, és hát igazából 6 hónapos kiképzésről beszélünk. Azt mondjuk, hogy az első másfél hónapban mindenképpen megpróbáljuk őket valamilyen szinten fizikailag felkészíteni, és elméletileg különböző oktatásokban kell részt venniük. A következő másfél hónapban pedig elkezdenénk a harcászati lőkiképzéseket és minden ilyen jellegű katonai felkészítést elvégezni, és az azt követő 3 hónapban pedig az első 3 hónapban úgymond elsajátítókat szeretnénk mélyebben a jelentkezőknek megmutatni, és azt felkészíteni arra, hogy esetleg milyen feladatokban tudnak részt venni, hogyha szerződéses katonai szolgálatot vállalnak.
úgy fogalmazott, hogy ha vállalnak szerződéses katonai szolgálatot, tehát ez azt jelenti, hogy 6 hónap után vagy katonák lesznek, vagy nem. Így van, 6 hónap után dönthet úgy, hogy bármikor, hogy szeretne esetleg a civil életben helyezkedni, illetve azt is mondhatja, hogy szeretne szerződéses katona lenni. De azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a 6 hónap alatt is van egy 3 hónapos próbaidejük, az alatt is bármikor mondhatja azt, hogy köszöni szépen, én találtam egy sokkal jobb lehetőséget, illetve azt is mondhatja, hogy ez nekem nagyon tetszik, és szeretném ezt magasabb szinten elsajátítani, és azonnal jönnék és szerződéses katona lennék. Ezt teheti akár 2 hét múlva, 2 hónap múlva, bármikor, azt gondolom, nyitottak vagyunk erre. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy mi egy segítséget próbálunk nyújtani, tehát hogyha ő azt fogja mondani, hogy köszöni szépen, ő ebből nem kér, akkor holnap után már nem fog a kötelékünkbe tartozni, és nem fog részt venni a kiképzésen. A civilek egyik szempontja, ha katonákról beszélünk, az, hogy egyenruhában vannak. Milyen juttatásokat kapnak azok, akik jelentkeznek, illetve hogy fog kinézni ez az egész? Egy picit a külsőségekről is beszéljünk. Az, akik jelentkezik erre a speciális önkéntes tartalékos szolgálatra, 161 ezer forint bruttó jövedelmet állapítottak meg számukra, annyit fognak megkapni. Senki nem rendelkezik rendfokozattal, mindenki közkatonaként fogja végrehajtani ezt a 6 hónapos kiképzést. Ennek megfelelően mindenki a 161 ezer forint jövedelmét fogja megkapni. Természetesen ez változhat annak függvényében, hogyha valaki nagy családos és úgy vannak gyerekei, akkor természetesen az adózás következtében ez nettóba magasabb jövedelme lehet. Mindenki számára térítésmentes étkezést biztosítunk, ruházatot és utazási költségét is fogjuk téríteni. Ez azért fontos, mert megyébként általában egy helyszínt fogunk kijelölni. Ez Veszprém megyében Várpalota. Várpalota járásba fogják végrehajtani a kiképzést, de azért, hogy valaki mondjuk innen Zirszőről is át tudjon menni Várpalotára, az utazási költségét a Magyar Honvédség kifizeti számára. Ez azt jelenti, hogy minden nap kell bejárni, tehát mint hogyha iskolába járnának, mondjuk úgy. Igen, a kormánynak, illetve a honvédségnek az volt az elsődleges szempont, hogy a családhoz igazodjunk. Tehát nekik a kiképzésük 9 órakor fog elkezdődni minden nap, és hétfőtől csütörtökig 15 óráig tart, és pénteken pedig 13 óráig. Azért, hogy el tudják rendezni a családjaikat, azért, hogy délután el tudjanak menni az óvodába a gyerekekért, otthon tudjanak velük le. Tehát nem szeretnénk kiszakítani őket a családi életből, ezért is mondjuk az egy speciális helyzet teljesen másképp történik a felkészítésük, másképp van a munkarendjük, és ebben a szempontból azt gondolom, hogy teljesen másképp van a juttatások is mindegy szerződéses katonának. Befejezésül beszéljünk arról, hogy egyáltalán kik jelentkezhetnek. Úgy fogalmazott az előbb, hogy fizikai felkészítés lesz az első időszakban, tehát itt, hogy mondjam finoman, egy picit könnyebb a jelentkezés, tehát kevesebb a feltétel, mint hogyha valaki egyből katonának jelentkezik? Igen, mindenképpen a 18. év mellett kihangsúlyoznám azt, hogy büntetlen előéletűnek kell lenni, állandó magyarországi lakhelyen kell rendelkeznie, és igen, van egy egészségügyi és egy pszichológiai vizsgálat, amit mi előkészítünk, ami nőneki meg kell jelennie, és hogyha az orvos azt mondja, hogy igenis ő terhelhető, és pszichológiailag megfelel, akkor tud részt venni ezen a kiképzésen. Ez azt gondolom nagyon fontos, mert nem szeretnénk azt, hogy bárkinek bármilyen baja legyen. Tehát, hogyha az orvos azt mondja, hogy igenis a vérnyomása, az egészségügyi állapota, vagy bármilyen jellegű dolog nem engedi, hogy terhelhető legyen, akkor sajnos ezzel nem tud, de ez az ő szempontjából is fontos. Még egyszer mondom, nem szeretnénk, hogy bárkinek esetleg a kiképzés során valami baja legyen. Ha befejeződött a 6 hónap, akkor mindenki mehet Isten hírével, amerre lát, illetve jelentkezhet katonának is, az milyen karriert jelenthet? Én nagyon bízom benne, hogy ezzel a 6 hónap alatt mindenki meg fogja szeretni a Magyar Honvédséget, és nagyon kevesen lesznek azok, akik úgy döntenek, hogy visszamennek a civil életbe. Én bízom benne, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy igenis szerződéses katonaként fognak tovább szolgálni. Természetesen annak megfelelően lesz már a juttatások kialakítva onnan, hogy milyen rendfokozatot, milyen beosztást fog megkapni, az a végzettségének és minden ilyen jellegű szempontokat figyelembe kerül majd kialakításra. Egy fontos talán ebből a szempontból, hogy ő, hogyha úgy dönt, hogy nem szeretne szerződéses katona lenni a 6. hónap után, viszont nem talált a civil életben magának úgymond munkát, akkor még egyszer 6 hónappal ezt a szerződését meghosszabbíthatja, és akkor valamilyen szinten magasabb elvárások mellett egy sokkal bonyolultabb, azt mondom, hogy felkészítésen fog majd részt venni, de akkor nem úgy szerződéses katona, hanem ugyanúgy speciális önkéntes tartalékos, és ugyanezekkel a feltételekkel, ugyanezzel a juttatásokkal.
Ez már a második alkalom, hogy itt Cseszneken egy ilyen nagyszerű fesztivált rendeznek. Hogy született meg az ötlet egyáltalán, és mi ez? A fesztivál születéséről beszéljünk egy nagyon picit. Hát maga az ötlet igazából már jó pár éve így benn van a fejünkbe, a csapatunk fejébe. Az igazság, hogy egy baráti társaságból indult hangszerkészítő manufaktúra, műhely vagyunk Győrből, a Mag Instruments, akik ezt a bizonyos handpan hangszer gyártják, már a 4-4,5 éve, amikor kezdtük a kísérletezgetést, és rögtön az első pillanattól, mivel imádunk fesztiválra járni, és így jókat mulatni, bennünk volt, hogy előbb-utóbb szeretnénk valami saját rendezvényt e köré, a hangszer köré, és aztán hát 1-2 év kellett hozzá, mire az elhatározásból tett lett, és így lett az első hág tavaly, ami csak egy kicsit esetleg kifejtsem, gyakorlatilag Hungarian Handpan and World Music Gathering, magyarosabban magyar handpan és világzenei találkozó, ami nyilvánvalóan az áthallást nem véletlen, nagyon szeretünk ölelkezni, ezt most kicsit visszafogjuk a jelenlegi vírushelyzetre való tekintettel, de alapvetően így szeretjük magunk közölelni a világot és egymást, és innen jött az ötlet, hogy ezt megvalósítsuk, és azért a világzenei betét, mert hogy nem csak is és kizárólag a handpanre fókuszálunk, mint hangszerre, bár az kapja nyilván a főszerepet. Épp ezért megtalálható úgy a tavalyi, mint az idei programban is, akár a regi muzsika, elektronikus muzsika, a magyar népzene, egyéb népek zenei. Tehát tényleg igyekszünk egy ilyen igényes zenei, világzenei, hogy is mondjam, kínálatot bemutatni, vagy felvonultatni. Beszéljünk egy picit az előadókról, magyarokról, külföldiekről, illetve arról a különleges hangulatról, ami itt a fesztiválon van, aki belép ide, az azonnal érzi. Egy pár szóba, ha el lehetne erről beszélni. Mint ahogy említettem, tehát a handpan világon kívül igyekszünk bemutatni sokféle zenei stílust. Ennek jegyében lesz itt nálunk idén Giras and the Planeters, akik regi muzsikát zenélnek, és egyébként Komáromi Gergő Giras vegán aktivista, úgyhogy nem csak a zenéjével, hanem a filozófiájával is tanít, mondjuk úgy. Rajta kívül itt lesz a Besodrom, akit azt hiszem nem kell bemutatni, ez a balkáni és magyaros népzené motivumos muzsika, amit ők játszanak. Próbálom felsorolni. Illetve elektronikusabb zene világából a Zságár, aki pont ma este lesz, illetve az Őrsgyem, illetve a saját zenekarunk is, akkor már hát csinálják egy kis reklámot, a Toszoda Projekt nevű zenekar. És talán célszerű kifejteni a nevünket, mielőtt félreértésre okot, Toma a gitáros a zenekarban, ő a Tó, az én nevem Szombathelyi Patrik, én vagyok a Szó, és Dankovszki Áron a Dal, tehát így vagyunk a Toszoda Projekt. És ezen kívül, hogy akkor a handpenesekről is beszéljek néhány gondolatot, Magyarországról, illetve most kicsit szegényesebb a külföldi kínálat, pontosan ismételten csak a vírus helyzet miatt, de ennek ellenére hál' Istennek el tudott jönni hozzánk Németországból, azt mondhatom, talán a világ egyik legjobb, sőt biztosan a világ öt legjobb között lévő handpan játékosa, Nadisána, aki egy magyar muzsikus társával fog együtt zenélni Somos Péterrel holnap este, szombat este. Itt van Marcel Hatter, itt van Krisztián Emin Várkonyi, ők Ausztriából érkeztek, itt van Benny Betén Olaszországból. Ők talán nem annyira ismerősen hangzó nevek a nézők többségének, de a handpan világában, a handpan közösségben ők, mondhatom nyugodtan, hogy világsztárnak számítanak. Illetve Magyarországról is Pavel Norbi, Afronauta, most így hirtelen, remélem nem térsődik meg senki, de más nem jut eszembe. Szóval leszünk sokan, és finom muzsikák lesznek.
Elég sok fesztiválon jártam már, ennek a részbevőktől is van egy hangulata, de nekem az is tetszett, hogy nagyon tiszta, nagyon nagy tisztaságban. Így igaz, a fesztivál egyik célja, hogy szemétmentesek legyünk, minél kisebb ökológiai lábnyomot szeretnénk hagyni, úgyhogy a fesztiválra érkezőktől idén is, tavaly is kértük, hogy hozzanak saját bögrét, saját evőeszköz, saját tányért, itt lehetőség van ezt elmosni, és így a műanyag szemetek szemétszáma sokkal-sokkal kevesebb hasonló mértékű, vagy akár nyilván nagyobb fesztiválokhoz képest. Tavalyi példát tudok mondani, akkor összesen 6 ilyen nagyobb fekete zsákot képzeljünk el, annyi volt mindössze ennek a, hát egy mintegy 600 embernek a szemet, felhalmozott szemét mennyisége. Úgyhogy erre elég büszkék vagyunk. Minden ide látogató, úgy mondom, hogy nyitott szívű és tanítható, és talán nem is kell őket tanítani, hanem elég nekünk ez az egy megjegyzés, ez az egy mondat, és mindenki teljesíti ezt a kérést, és odafigyel a nem hoz palackot, nem hoz fémhulladékot, úgyhogy működik. Adásunkat megismételjük szombaton 10, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedd délelőtt 10 órától. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!